9 körül még mind a két lábukon barosztipők voltak, most még oda vannak félmenél, hogy 89 körül is nehezik elők éppen hol voltak, mert még itt voltunk. Koradélután indultunk a Rákóczi szobortól, ott az első képen kitűzöm Gábor hátizsákjában a piros fejezés látott, az mindig ott volt. A háttérben látható a parlament épülete, és ott középen, ott látható, hát ismertebb személyiségek, akkori közél, ellenzéki közéleti személyiségek, ott van Kodolányi Gyula, a felesége és Mária Évgyulának a lánya, ott az a hölgy, aki éppen a haját igazítja, és ott a kettői között ott van Csurka István, tehát ők is értek, a többiek, tehát erdélyi ismerősök, meg magyarországi ismerősök, de ők akik közismertebbek. A másik kép meg ott a Rákóczi szobor talapzatán vagyunk, és ami a lényeg, hogy a jelszavunk ott van a Rákóczi szobor talapzatán is, de nyomtott körülbelül vagyok, tehát még Magyarországon is nyilván még a már átmenet időszak, de még a kommunizmus van, utolsók a szúgja, és a talapzatról még a Kum Deo hiány. Jelentkezve azt mondták, hogy két magyarország ismerős, hogy ők a saját szabadságuk terhére vállalnak két-két hetet, és Szocsival követnek bennünket. Ahogy én egy oldalt is szólaltunk, amit Eva Maria bárki fordított, mert a másik...